Most pedig sportoljunk egy picit, mégpedig atlétika következik. Varga Péter és Szikszai Róbert a vendégünk, akiket szeretettel köszöntök, és gratulálok. Túl vagytok ugye az országos atlétikai bajnokságon, egy-egy ezüstérem távolugrásban, illetve diszkoszvetésben. Hát Robitól talán már vártuk de ezt az eredményt, illetve ezt az érmet. A Peti, ez talán egy kicsit meglepetés volt, nem? Te hogy élted meg az OB-t? Hát engem is, mert a felkészülési időszak elején sikerült egy sérülést összeszednem úgy, hogy igazából tényleg csak arra mentünk rá Béla bácsival, hogy döntőbe jussak, ugye felnőtt mezőny, erős mezőny lett volna. De hát végül a szerencsének is köszönhető, de hát sikerült így viszonylag jobb eredményt elérnem, egy viszonylag nagy egyéni csúcsot, úgyhogy hát nagyon örülök, és lényegében így ettől már így jobban fogom érezni. Azért szerencsével nem lehet, azt gondolom. Persze, nyilvánvaló kellett ahhoz az is, tehát inkább úgy fogalmazok, igen. Jó volt a pálya? Tehát az segített? Abszolút. Nekem legalábbis. Aznap még jó volt. Igen. Mert ugye tudjuk, hogy másnapra viszont elromlott az idő, és szakadt az eső. Nektek is volt némi szemerkélés azért. Ez a diszkoszvetés mennyire zavarta? Hát ugye évek után került át most a verseny az MTK pályára. Ugye mindig a Fehérváron voltunk, ugye ott a körre voltak különböző gondok Fehérváron, úgyhogy én örültem, hogy itt vagyunk az MTK pályán. Az eső minket annyira nem igazán zavart, mert a mi versenyszámunkat hál' Istennek száraz körülmények között tudtunk versenyezni. Ha esik, akkor nektek ugye a kör az jobban csúszik. Az nagyon zavaró? Hát gyakorlatilag olyan, mintha egy jégpályán dobnál, tehát nem érzed, hogy mit csinálsz. Azt gondolom, hogy gyorsabban tudsz dobni. Nem érzed, hogy mit csinálsz, és azért az nem annyira, az nem annyira segít. Hát neked nagyon mozgalmasan telt a nyár. Előtte az Univerziádén voltál Nápolyban, ahol szintén nagyon jól szerepeltél. Hogy élted meg azt a versenyt? Én nagyon örültem neki, hogy ott 61-51-et dobtam. Az másképp, most az ötödik helyhez volt elég. Két éve ezzel nyerni lehetett volna. Most elég erős mezőny gyűlt össze, de nagyon jó élményekkel értünk onnan haza. Neked ez már a második univerziádó volt, ugye Taipeiben volt az első, és ott érmet is szereztél. Igen. Ilyenkor van összehasonlítási alap, már van egy kis rutin, már tudja az ember, mert ez olyan, mint egy mini olimpia. Igen. Hát igazából úgy mondom, itt a szervezés szerintem jobb volt, mint a Taipeiben. De igazából az ellenfelekkel nem lehet számolni, mert ugye ki az, aki elindul, ugye levitték a korhatárt 25 évre, úgyhogy nekem ez volt az utolsó univerziádém, jövőre már nem, két év múlva már nem vehetek részt rajta, úgyhogy most már csak a felnőtt világversenyek maradtak. Hát persze, mert valaki mondjuk 8-10 év alatt végezne el egy egyetemet, elég hülyén néznek, hogy 35 évesen még mindig az univerziádén. Igen. Gondolom valahogy korlátozni kellett. De hát ez a sok nemzetközi verseny, ez meg gondolom rutin szempontjából nagyon hasznos. Igen, főleg ugye a jövő évi olimpiára való kvalifikációhoz már ugye számítanak az idei versenyek, és ugye most már pontokat kell szerezni, ranglista pontokat. Úgyhogy jelen például a 32. helyen vagyok a világranglistán, úgyhogy ezzel már most tök jóba indulhatnék. A katari VB az már esélytelen idén? Odáig, tehát ugye 63-50-et kell most ahhoz dobni, még most bármelyik versenyen, ahol indulok, és akkor egyelőre most úgy néz ki, hogy az a 32. hely, amiben még be lehet kerülni. Én úgy gondolom, hogy jó időjárást kifogok, akár az egyén csúcs is benne van. Ezt akartam, hogy 61 meg 63, már az a két méter már semmi. Igen. Tehát azt gondolja az ember persze, hát ezeket a legnehezebb. Van nálunk azért rengeteget, tehát 3-4 méterrel is akár. Egyszer beszélgettünk erről, és nem akarom ezt így elplegykálni, de volt olyan franciaországi verseny, ahol mondtad, hogy a tengerpartról, ahogy fújt a szél, igen, alá kap a diszkosz alá, és akkor messzebbre repül, hát oda kell menni, akkor kvalifikálni. Pedig nektek vannak ilyen különböző trükkök, amivel lehet egy picit messzebbre repülni, vagy a rekordtán, ha más egy kicsit, vagy nem tudom. Tehát hát, mi befolyásolja az eredményt? Talán esetleg a deszka, hogy mondjuk az jobban kiemelkedik, van valami lejtése, de annyira nagyon. Igazából az időjárás az, ami sokat befolyásol. Ugye nálunk még szembeszél a diszkosznál, nálunk inkább a hátszél az, ami pozitív tényező. Illetve a hőmérséklet, de ezek már szerintem ilyen... Hát ez már egyénfüggő, ki melyiket egyén szereti, függő, gondolom. Pontosan. Béla bácsi nagyon szigorú, Bakosi Béláról van szó. Hát szigorú, amikor szigorúnak kell lenni, de egyébként meg abszolút jó. Ki lehet vele jönni, szóval én legalábbis nagyon, nagyon jól kijövök vele, úgyhogy hát igen. Peti az a jobban reflektor, vagy Robi jobban reflektorfényben van. Te hogy kezdted annak idején pályafutásodat, illetve hát mindig távolugró akartál lenni?
Nem, én igazából már kiskolom óta atlétizálok, csak kevésbé értem el mondjuk jobb eredményeket annó. És én magasugrónak indultam, és aztán körülbelül így a gimnazista évemnek az elején váltottam távolra, és hát úgy próbálgattam az eredményeket egyre jobban feltornázni. Úgy, és akkor bejött ez igen, szerint. Hát reméljük, igen. Nagyon nehéz váltás volt? Tehát oké, hogy az alkat megvan hozzá, de hát teljesen más technika. Hát igen, a technikát azt sok idő volt megtanulni, például az ollózást, ezt például csak 2 éve csinálom, úgyhogy viszonylag friss, de hát idővel bele lehetett jönni. Neked mi a hosszú távú célkitűzés? Itt ugye az olimpia került szóba. Hát egyenlőre próbálok még idén a maradék 2 versenyünkön biztató eredményeket elérni, és utána egy viszonylag jó felkészülést szerették a felett pályás időszakra. Uh-huh. És ott meg, hogy mi lesz, az igazából nyílt kérdés, nem tudom még. Jó magasra raktad a lécet, hát már, hogyha beszéltünk a magasugrásról, ezzel az országos bajnoki ezüstéremmel, ahogy említetted, neked is meglepetés volt, de hát majd a csapatbajnokságon most már mindenki azt várja, hogy jó, akkor Peti jó sok pontot fog nekünk hozni a távolugrásban, meg a diszkoszvetésben is meg lesznek, úgyhogy ilyen szempontból nektek ez egy komoly kihívás lesz. Jutott azért valamennyi idő kicsit a pihenésre és nyaralásra, tengerpart, Balaton, esetleg valami fesztivál vagy ilyesmi, csak hogy egy picit akkor bulvárosabb dolgokról hát, is beszéljünk. Igazából én úgy tervezem, hogy október közepén majd akkor, hogyha minden jól alakul, akkor addig ki fog tolódni a szezon, ugye a VB miatt, hogyha az sikerül, és akkor utána egy pár hét pihenőt kapunk, és az alatt tudunk elmenni igazából. Nagyon nem is szeretnék ilyenkor utazni, úgy gondolom, megyek eleget egész évbe, tehát inkább valami közelebbi helyre szoktam ilyenkor eljárni. Aha, tehát neked az a legjobb, hogyha itthon vagy. Igen, igen. Pár napot. Igen. Peti, te hogy állsz ezzel? Én igazából így fesztiválokra nagyon nem jutottam el idén, meg nyaralni se, de jól el tudtam én tölteni az időmet, szóval mentem azért ide-oda, én is, nem panaszkodhatom, de most ez az év nekem is olyan volt, hogy viszonylag visszafogott mondjuk. Uh-huh. Hát valamit valamiért. Annak idén pontosan beszélgettünk, aztán Vas László szakágvezető, és ő mondta, hogy hát rég volt ilyen sűrű nyári program az atlétáknál, mint az idei. Úgyhogy tényleg unatkozni nem lehet. A csapatbajnoksága, milyenek az esélyek? Azért ott az elmúlt időszakban szinte mindig érmet szerzett a csapat a Debrecennel közösen. Hát én úgy gondolom, hogy ha mindenki elindul a debreceniektől is, és tőlünk is, aki bevethető, akkor nem lehet gond az éremszerzés. Az aranyérem szerintem az idén nem biztos, hogy meg lehet, mert elég erős lett a Honvéd, ha jól tudom, de dobogon ott kell, hogy legyünk szerintem. Én még nagyon kíváncsian várom, megmondom őszintén, most a majd a világbajnokságot állítólag hűtött stadionban rendezik, ilyenre még nem volt például a Hellebrand Máté mesedőjük, meg éjfélkor rajtolnak majd a gyaloglás szempontjából. Hát kíváncsian várjuk, bízunk abban, hogy majd mondjuk ott leszel, vagy ott lesztek akár a világbajnokságon, vagy az olimpián majd. Hát figyelj, amilyen meglepetést okoztál az OB-t, bármi előfordulhat. Az olimpia is benne van. Így van. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, gratulálunk még egyszer.